elfogadta az országgyűlés a jövő évi költségvetést. A képviselők 121 igen és 44 nem szavazattal hagyták jóvá a jogszabályt. A pénzügyminisztérium azt írta, háborús időkben védelmi költségvetés készült, amely megvédi az ország biztonságát, a családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjakat és a rezsicsökkentést. Nagyon ügyelnünk kell a fogyasztásokra. A rezsiszámlákat ellenőrzi ez az idős házas pár. Ők is, mint ahogy a legtöbb nyugdíjas, illetve nagyon sok család, igyekszik takarékoskodni az energiával, hogy mindenképpen az átlag fogyasztás alatt maradjanak. A rezsicsökkentéssel, ahogy az elmúlt hónapokban, úgy most júliusban is a magyarországi lakossági áram és gázárak voltak a legalacsonyabbak az Európai Unióban. A rezsicsökkentés megőrzését a kormány az egyik legfontosabb feladatának tartja, a családok, a nyugdíjak és a munkahelyek megvédése mellett. Annál is inkább, mert Magyarország energiaszámlája a háború kitörése óta brutálisan megnőtt. A rezsivédelem több mint 1000 milliárd forint többletterhet jelent az országnak. Miniszter úr, parancsoljon, önné a szó. A pénzügyminiszter a költségvetés parlamenti benyújtásakor azt mondta, ennek megfelelően készítették el a 2024-es büdzsét, ami egy védelmi költségvetés, megvédi a 2010 óta elért eredményeket. Háborús időkben olyan költségvetésre van szüksége Magyarországnak, amely garantálja hazánk biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést. Ezért a jövő évi költségvetés fókuszában a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése áll. Ennek megfelelően a rezsivédelmi alapba 1360 milliárd forint került, így megmarad a fedezet az átlagfogyasztásig biztosított rezsicsökkentésre. Bár az Európai Bizottság az energiatámogatások megszüntetését sürgeti, a kormány ezt a kérést nem teljesíti, így a hatósági energiaárak révén egy magyar család átlagosan továbbra is csak nem 200 ezer forintot spórolhat meg havonta. A honvédelmi alapban 1310 milliárd forinttal számoltak, ami a GDP 2%-ának felel meg, így teljesítjük a NATO elvárását is, ami a honvédelmi kiadások növelését kéri a tagállamoktól. A jövő évi büdzséből az is kiderül, hogy a kormány a mostani rendkívüli időkben is kiemelten kezeli a magyar családok, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatását. Így 2024-ben is biztosítják Európa egyik legkedvezőbb jövedelemadóját, valamint a családi adórendszer adókedvezményei is megmaradnak. Így például a költségvetés garantálja a legalább 4 gyermeket nevelő és 30 év alatt gyermeket vállaló nők személyi jövedelemadó mentességét, de a 25 év alattiaknak sem kell esziát fizetniük. Szeretnénk megvédeni Európa egyik legsokszínűbb családtámogatási rendszerét, ezért több mint 3000 milliárd áll majd rendelkezésre ezekre a célokra. A miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára külön hangsúlyozta, hogy nem csak a családtámogatásokra jut több pénz, hanem számos más kiemelt területre is. Hogyha valaki megnézi a költségvetés számait, akkor azt láthatja, hogy még ebben a rendkívüli nehéz időszakban is a kiemelt területekre több forrás jut majd. Egészségügyi kiadásokra például több mint 400 milliárddal jut majd több az idei évhez képest, oktatási kiadásokra pedig több mint 600 milliárddal, ami azért jelentős különbség. Bár idén feltehetőleg nem, jövőre viszont minden bizonnyal nyugdíjprémiumot is kapnak majd az idősek. A kormány ugyanis a 2024-es költségvetés készítésekor 3,5%-nál nagyobb, hozzávetőleg 4%-os GDP növekedéssel számol jövőre, ilyen növekedés után adható prémium. Ha ez a cél teljesül, akkor várhatóan 12 ezer forint plusz pénzhez jutnak majd a nyugdíjasok. Jó napot kívánok! A 2024-es költségvetés alapján 6%-os nyugdíjemelés várható, ugyanis ekkora inflációval számol a következő évben a kormány. A jelenlegi 208 ezer forintos átlagnyugdíjjal számolva ez jövőre havi 12.500 forintnyi pluszt jelenthet, ami éves szinten 150 ezer forintnyi többletnyugdíjat eredményez az érintetteknek. Fontos, ahogy 2022-ben és 2023-ban, így a következő évben is lesz 13. havi nyugdíj.
Ami a 2021-es büdzsé sarokszámait illeti, a kormány 4%-os gazdasági növekedés mellett 2,9%-os államháztartási hiánnyal számol, az államadóság mértéke pedig 66,7%-ra csökkenhet, az infláció éves szinten várhatóan 6% lesz.